Sziasztok! Elhoztam a Golf 3-at, amit ígértem. És hát, azért nézzétek meg, milyen szép. Tehát, ilyen 3-as Golf, megkockáztatom, hogy Magyarországon ilyen állapotban nincsen. És a poén, ami poén, hogy az autónak az alja is így néz ki. Ha lehetne 97-es autót ótéztatni, akkor hát ezt én biztos ótéztatnám, mert minden egy gyári, minden origi, úgyhogy mindenféleképpen alkalmas rá. De hogy beszéljünk róla, ugye ez a harmadik Golf 92-be jelent meg, egész 98-ig gyártották, de gyakorlatilag kábrióban 4-es Golf orral tovább élt az autó. Itt ez egy szinte utolsó darabos, egy 2000, hát már annyira 2000-re áll a nyelvem, de 1997-es példány, egy 1.8-as 90 lóerős központi injektoros motor van benne. Ez még a jó öreg technika, ami soha nem romlik el. Annó, aki megvett egy ilyen autót, biztos lehet benne, hogy nem kellett sokat ráköltenie. A forma a hagyományos, ugye megmaradt, ami a 2-es Golfnál volt. Ezerféle motorral lehetett kapni az autót, dízelekkel, benzinesekkel, 1.4, 1.6, 1.8, 2 liter, 2.8, 2.9, és akkor még nem beszéltem nyilván a méltán híres 1.9-es TDI-ket is, ami elég sok jót lehetett róla hallani, gyakorlatilag szinte a világ legjobb dízelmotorja, talán a 2.5-ös 5 hengeres múlt a fölül megbízhatóságban, de egyike az egyik legmegbízhatóbb autóknak, és nem csak az 1.9-es motorral, tehát ezzel az 1.8-as motorral is, meg maga az egész technika, ezek még úgy vannak, úgy de szép azért, szép háttérrel, brutál. Szóval ez a technikát még úgy építették, hogy tartós legyen. Ezeket nem úgy építették, hogy akkor most tönkre kell menjen bizonyos idő múlva. Ezt még normálisan megépítették, ezeket az autókat, és tényleg úgy összerakták, hogy aki annó egy ilyen autót megvett, az sokra mindent nem kellett rákölteni. És itt meg is állok, ugye a C-oszlopnál a jellegzetes Golf vonás, ugye minden Golfnak a mai napig ez a vonala megvan. Ezen még annyira kihangsúlyozva talán nincsen, mint például a 4-es Golfon, de itt is abszolút egyből felismerhető ez a, hát ilyen olyan, mintha kicsit fél kombi lenne ablak nélkül, én azt mondom, főleg itt. Ezen már, mivel 97-es, sötétítettek a hátsó lámpák. Szerintem a hátsó kötény is, mint hogyha nagyobb lenne, mint az első évjáratoknál, de nyilván apró modellfrissítések folyamatosan voltak az autón. Van még már, itt már van harmadik féklámpánk, nem tudom a Golf felirat miért hiányzik róla, pedig elméletileg nem volt összetörve az autó, de hiányzik a felni, az is gyári, még a jó öreg Volkswagen típus, hát bármennyit nézem, egyre jobban tetszik, nem véletlen, hogy pont ilyen idősebb autóból ezt az autót hoztam el, hisz hát érdemes ránézni, ez az ezüst forma ráadásul rettentő jól áll neki. Szóval ez egy 1.8-as verzió, amit le fogunk tesztelni. Érdekes, hogy nem érződik rajta, hogy idős autó lenne, abszolút nem, simán tudja tartani a mai forgalmat is. Ez az autó kifejezetten kevés kilométert pakoltak bele, hisz 99 ezer kilométer van az autóba, bárki hiszi, ha hiszitek, hanem ebbe az autóba ennyi van.
már itt a Golfnál én azt mondom, hogy abszolút egy teljes értékű családi autó volt, mert elég jó nagy csomagtartóval rendelkezik. Kicsit kitakarítva nincsen, ahogy szoktam is, nem szoktam agyon takarítani az autókat. Például mutatom, jó nagy csomagtartója van, tehát pontosan nem tudom, hogy hány liter, de nem tudom, én nem is szeretek ezekkel a számokkal dobálózni, már csak azért sem, mert úgysem adják meg valósan a gyártók. Nézzük az autónak a belsejét. Ez egy, mivel mondtam, hogy utolsó évjárat, egy elég jól felszerelt. Igaz, hogy hátul még tekerős ablak van, de ezen kívül egyből mindenkinek feltűnhet, hogy légzsákos ülések, nem is akármennyi, 4 légzsák van benne. Látjátok a szövetet, teljesen gyári még, teljesen nincs kiülve, nem ült benne senki, minden forma látszódik, még nincs elkopva. És az igaz az első ülésekre is, ha megnézzük, jó meg lehet markolni a kilincseket, szépen csukódnak, szépen nyílnak, elektromos ablakemelő. Itt egy kupak hiányzik róla, azt sajnos még nem szereztem be, de majd előbb-utóbb be lesz szerezve. Ez is, hogy itt is légzsák, de hogy mutatom a vezető ülést is, tehát nincs ki ülve, nincs kikopva. És ami még talán különleges, elsőnek nem lehet hozzászokni, 3-as Golfokban, hogy bizony automata klímás az autó, látszik a kormány, ez elektromos központi zár, 4 légzsák, tehát igen, szépen felszerelt, nagyon szép a tetőkárpit is, tehát nagyon-nagyon megkímélt az autó, és ugyanilyen gyakorlatilag az egész autó minden. Nézzük meg a motort is, ami a jó öreg régi 1.8-as, mindjárt kinyitom. No, hát itt van a kis 1.8-as motorunk, látjuk, hogy még a jó öreg technika van benne, meg látjuk azt, hogy óriási hely van, mennyire szerelhető még ez az autó, nem úgy, mint az újabb autókat, semmit nem lehet csinálni. Itt mindenhez hozzáférni, óriási hely, rendkívül egyszerű, olcsó technika, minden fillérekbe kerül, és hát igazi élmény amúgy az autót vezetni, és talán mondhatnám, hogy ez az egyik legjobb motorvariáns, ha úgy nézzük, hogy számít a megbízhatóság, meg a tartóság, akkor talán ez az 1.8-as az igazi arany középút, de próbáljuk is ki, de mielőtt kipróbálom, szeretném megmutatni, hogy például még osztott tükör is van benne, ami hát nyilván állítható magasságú az ülése, bár még ilyen egyszerűen, de állítható. Ja, még egy picit még az elejéről akarok beszélni. Ugye itt még nem annyira kidolgozott az autónak az eleje, mint például a 4-es Golfnál, de ugye szakítottak az 1-es, 2-es Golfnak a kerek dizájnján, és gyakorlatilag egy teljesen új dizájnt hoztak. Ez a dizájn ugye végig söpört, utána például a B4-es Passat is hasonlóan nézett ki, sőt, még gyakorlatilag még a póló is ehhez nagyon hasonló, de maga az egész forma szerintem jó sikerült, bár újdonság volt annó, főleg a 2-es Golf után, és itt nagyon-nagyon sokat is fejlődött az autó, tehát ha megnézzük, például az 1-es meg a 2-es Golf elég közel áll hozzá, vezetési élmény, fejlettség, kutyafüle minden szempontjából, de itt már a 3-as egy elég nagy ugrás volt, tehát igazából a 3-as meg a 4-es az egymáshoz, gyakorlatilag mondhatnám, hogy szinte egymásnak a faceliftjei, és utána az 5-ösnél van a következő ugrás, tehát az 5-ös, 6-os az gyakorlatilag egy Golf, itt meg gyakorlatilag a 3-os, 4-es gyakorlatilag egy autó. Nyilván a 4-es egy kicsit jobban ki van dolgozva, kicsit finomabb még ennél is, de alapvetően ott annyi, hogy azért
Ott már vannak újdonságok, ami például ebben nincsen, ott van egy 8-as turbomotor, van 2 3-as motor, bár azt hiszem, de van 2 3-as is motor is benne. Tehát itt még a legmegbízhatóbb motorokat alkalmazták csak Volkswagenék, és hát látszik is, mert gyakorlatilag ezek az autók örökké valóság, ez az autó is egy gyűjtői darab, tehát ez is gyakorlatilag míg a világ ez az autó szolgálni fog, és még 20 év múlva is, ha aki megőrzi, nyilván büszke lehet egy ilyen autóra. Az elektromos autók világában majd hatalmas élmény lesz egy ilyen autó. De nézzük be, üljünk be és vezessük egy picit. Előtt vezetnénk az autót, azért még elfelejtettem itt a belső dolgokat, egy picit nézzük meg jobban. Látjuk az első generációs elektromos ablaküzemelőket, még picibb, de már létezik automata funkciója, bár nem működik olyan jól már, mint az újabb darabok. Tehát úgy értve, hogy nagyon nehéz eltalálni, hogy hol megy le egyből az ablak, és hol nem. De mindegy, az a lényeg, hogy az is van neki. Tükröket még manuálisan tudjuk elállítani, de van ABS-ünk, légzsák visszajelzőnk már, állítható magasságú fényszóró, állítólag ez is újdonság volt. Itt egy ismerősöm mondta, úgyhogy ez is nagyon jó. Meg hát ugye maga a kilométer, ami hát elképesztő, hogy ilyen kilométerrel meg tudták őrizni ezt az autót, de megtudták. Látjuk, hogy a kormány sincs elkopva, a váltógomb sincs elkopva, és még a váltószoknya is gyakorlatilag gyári állapotban van, mint minden. És hát a középkonzol is, ami egy automata klímát takar, még működik, sőt, működni kell. Egyedül a rádió, ami újabb benne, egy USB-s rádió van benne, de azon kívül ugye légzsák, már az újabb fajta világítás megtalálható, nagyon szép a tetőkárpít, állítható az üléseknek a magassága. Ugye tipikus széles C-oszlopot látjuk, a kilátás amúgy a C-oszlopok miatt ott, hát ott elég nagy holterünk van, de hát ez a golfokra jellemző, de hát ez a forma, ez ilyen lesz, úgyhogy nagyon nincs mit mutatnom benne, itt a belsejét, ajtókárpit is, a régi szokásos ilyen színes, hát kemény még azért minden, tehát azért hozzáteszem, viszont nem kopik. Nem mondhatnám, hogy rossz minőséget, mert nem zörög, meg úgy semmi nincs. Viszont ez különben egy picit puha, nem nagyon, de egy picit puha. Ez már nem, de ez még puha. Úgyhogy nem rossz minőségű a belső sem. Ez se szövetes, de jó, mert nem válik le. Tükör, frankó, minden. Úgyhogy jó pofa, hangszórók vannak ott is. Hát hátul nem tudom, hogy van-e az ajtókba, de ott is van. Aha. De kalaptartót most nem tudom. Hát ott nincs. Nincs. Az ajtókba van hátul. Jó pofa, ilyen jó kis retro kárpit, nagyon tetszik. Szépek ezek a kárpit anyagok. Vagy nem is azt mondom, hogy szépek, inkább azt mondom, hogy retrók, tehát igazi élmény. Na de akkor vezessük, mert úgyis az a lényeg. Régi jó kis pólókormány, jó fogni, nincsen vele baj. Olyan hangja van a dudának, hogy valami szörnyedelem, de nem is számít, igazi régi autó, de vezessük akkor tényleg most már. A kamerát az direkt úgy állítottam be, hogy lehessen látni a műszerfalat, meg lehessen kilátni belőle, de hallgassuk a motorhangot. Pöcröf indul, és neki is indulunk, lehúzzuk a muzsikát, az nem kell. Simán átmegy ilyen kis út egyenletlenségeken is, itt egy építkezésre jöttem be. Nincs nagy mozgás, tudtam nyugodtan beszélni az autóról. De szóval, amint mondtam nektek, hogy talán ez az egyik legjobb motor hozzá tényleg, mert nem érezni rajta
az időt. Tehát abszolút nagy fekvő rendőr, akkora, hogy nem is tudom, kb. Hammer kéne hozzá. Nem érezni nagyon, hogy régi autóba ülök. Abszolút nem érezni. Azt gondolná az ember, hogy így érezni, hogy mondjuk egy tényleg egy régi autóba ülök, de nem. Maga a dizájn természetesen olyan, ugye régi, fekete az egész autónak a belseje, de hát ez engem ilyen szinten nem zavar. Abszolút semmi rossz nincs benne. Még itt a kapcsolóknak a mozgása, tehát a fölkapcsoló, például a világítás, még most megtettem. Hát azért itt azért, tehát itt még azért még úgy halljuk a hangokat, tehát nem mind a mostani autókban így finoman, meg kutyafüle, tehát itt azért mindent úgy érezni, hallani, nincsen itt még nem törekedtek a finomságra, viszont vezetni, vezetési élményben abszolút hozza ezt a, nem is tudom, ezt a kellemes érzést, tehát ilyen se nem rossz, se nem jó, nem kiemelkedő nyilván, hát nem csinál nyilván az 1.8-as motor se versenyautót, de nagyon-nagyon-nagyon retro, de egyben például mikor lámpától kigyorsulunk ezzel az 1.8-as motorral, abszolút nem vagyunk az utolsók, és nem érezzük azt, hogy mi egy gyenge, full régi autóba ülünk, és azért ciki nekünk, hogy utolsók vagyunk, abszolút nem. Tehát abszolút nem, ilyesmi érzésünk nincsen. Jó vele menni, és azt mondom, hogy szinte bármilyen fordulaton elég jól húz, nem is nagyon hangos. Abszolút, tehát a motor az nagyon kellemes. Én ilyen 1.8-as motorra megmondom őszintén nem, de odalépek neki, és olyan szépen fölpörög és húz, azért érezni, hogy azért van benne kakaó. Nagyon jó. Tehát, és tényleg ez meg egy régi 1.8-as motor, tehát annyira jó, hogy hozzáférni mindenhez, és tényleg minden fillérekbe kerül hozzá. Nem mondanám, egy kicsit ilyen billegősnek érzem a futóművét, hát nem emlékszem, hogy ez most ez a konkrét példány ilyen, vagy alapból ilyen volt a 3-as golf, elég rég vezettem azért ezelőtt, megmondom őszintén, 3-as golfot, de kellemes vezetni. Én azt mondom, hogy ilyen úriasan nagyon jól lehet vezetni, látni a motorháztetőt is az autónál, tehát nincs ilyen probléma, hogy mondjuk nem látnánk a motorháztetőt. Szépen fordul, kicsit lágy a futóműve, kicsit ilyen billegősebb fajta, mint manapság hozzá vagyunk szokva, mondjuk egy kemény futóműhöz, nyilván ez nem olyan. A váltó is, hát volt egy elég nagy holtjátéka a váltókarnak, de hát az azért volt, mert rosszul volt összerakva. Ezt orvosolni kellett, most már nagyon-nagyon kellemes a váltási érdet, nyilván nem Honda, tehát de úgy belemegy a fokozatba, szépen beleesik, már ezen van egy kis súly azért, hogy könnyebb legyen a váltás. Kellemes, beesik a fokozatokba, ha odalépünk, akkor megy, fordul jobbra-balra, rossz úton sem zörög, és tényleg ami érdekes itt pont a zörgésről, hogy hát azért nem zörög benne, tehát azért látszik, hogy jól összerakták ezeket az autókat, mert még ennyi idő múltán sem hallani állandó zörgéseket. Nyilván ha belemegyek valami gödörbe, akkor megszólalnak a műanyagok, de így, hogy alapból megyek sima úton, a kocsinak így ezek minimális rázkódásától, ugye ilyenkorban már ugye kirazulnak a patentok, csavarok, minden szokott zörögni, ebbe azért nem, tehát azért jól összerakták ezt a 4-es golfot, 3-as golfot nagyon. Úgyhogy aki kicsit retrózni akar, vissza akar menni a múltba, és ilyen régi autóval járkálni, abszolút megteheti, mert lehet
viszonylatban is használni. Fogyasztáson nem tudom, hogy mennyi, tehát azt nem tudom, mennyit ehet egy ilyen 3-as Golf, de őszintén nem is számít, tehát egy ilyen autónak az értéke nagyjából olyan 1,5-2 millió forint között van ma már, tehát nem olcsóak ezek a Golfok, ilyen állapotban, meg ilyen kilométerrel. Ennyit nagyon megér, mert csak azért is, mert ha megőrizzik ezt az állapotot, ennek csak is fölfelé fog menni az ára. Itt nem kell számolnunk értékvesztéssel, és még használható az autó. Tehát nem olyan, mint mondjuk egy 30 éves Mercedes, hogy tényleg csak akkor vesztük elő, mikor nagyon szép idő van. Ezt nyugodtan elővehetjük akkor is, mikor egy kicsit esik az eső, vagy éppen kell tényleg elvinni bárkit bárhova vele, vagy el kell mennünk érte. Ezt elővehetjük a garázsból, ez egy olyan retro autó, ugye 5 éve van még, ameddig ugye lehet OT-ztetni. Abszolút ez az autó OT-képes, tehát minden egyes porcikája. Egy picit le kell mosni, le kell tisztítani, de az autónak az alja is olyan, mint kívülről, tehát fölül. Abszolút rostamentes, nagyon-nagyon szép. Nem is tudom igazából, hogy őrizték meg ezt az állapotot. Valószínűleg egész életében garázsba csücsült az autó, azért tudtak ilyen állapotot úgymond fenntartani, de nagyon jó az autó. Tehát nagyon nagy élmény, én nagyon régen vezettem 3-as Golfot, de simán el tudnám képzelni, hogy minden napokat 3-as Golfal élem, egyszerűen fiatalabbnak érzem magam az autóba. Megéri kipróbálni, kellemes, nagyon kellemes tud lenni az autó. És hát ennyi volt a kis 3-as Golfnak a vezetése.